Tisztelt Fidelitas tagok, tisztelt Ák Péter elnök úr, kedves Péter, engedjétek meg, hogy egy rövid üdvözletben köszöntselek benneteket, és egyúttal kimentsem magam, amiért nem tudok most személyesen is ott lenni köztetek. Ti is látjátok, hogy feltűrt ingújjal térdig állunk a munkában, mert az országot ahhoz, hogy esélye legyen a jövő megnyerésére, jelentősen át kell szerveznünk. Ez a munka ma leköti minden erőnket. Az enyémet is, gondolom és remélem, hogy a tieteket is. Arra szeretnék kérni benneteket, hogy úgy, ahogyan az elmúlt egy évben mindig számíthattam rátok, mindig számíthatott Magyarország a munkátokra, mindig számíthatott a magyar kormány arra a támogatásra, amit az ország megújítása érdekében tőletek kapott, úgy számíthassunk rátok a következő előttünk álló egy évben is. Kedves Péter, neked, mint a szervezet elnökének pedig azt kívánom, hogy sikeres munkád legyen, és legyen meg a képességed és az erőd ahhoz, hogy összegyűjtsd a fiatalok körében meglévő energiát, innovációt, újfajta gondolkodásmódot, és azt valamilyen úton, módon bocsásd a kormányzat, illetve az ország kormányzására vállalkozó politikai család rendelkezésére. Magyarország nem tud megújulni a fiatalok nélkül, hiszen ezt az országot végső soron nem magunknak, hanem a fiataloknak, a gyermekeinknek építjük. Márpedig egyszer 1990-ben már elmondtuk, hogy nincs fiatal demokrácia fiatal demokraták nélkül, nincs jövő a jövőben hinni, bízni tudó és merő fiatalok nélkül. Legalábbis magyar jövő biztosan nincs. Kívánom nektek, legyen erőtök, kitartásatok, hogy végigcsinálhassuk közösen azt a munkát, amit egy évvel ezelőtt elkezdtünk. A kongresszusnak sok sikert és jó munkát kívánok!